A már megszokott időpontban a szüreti és szlovák nemzetiségi napok vasárnapján idén is lesz szüreti felvonulás. Főszervezőként és aktív résztvevőként Szőlősiné Baranyai Katalin felelős a felvonulás megszervezéséért és lebonyolításáért. Az előző években sajnos sok felvonulás elmaradt, ezt nagyon sokan hiányolták, úgyhogy most egy két év után nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel vágunk bele, és várjuk a lovasokat, hogy minél többen eljöjjenek, és reméljük, hogy most már meg tudjuk szervezni minden évben. A szüreti felvonulásra az összes környékbeli településről érkeznek a feldíszített fogatok, hintók és lovaskocsik, és szemet gyönyörködtető népviseletbe öltözött lányok és legények vonulnak majd Kiskörös utcáin. Az idei szüreti felvonulás résztvevői a piactérnél gyülekeznek majd, ahol a szervezők megvendégelik őket. Átvonulunk először is a városközponton, a főtéren, onnan a Batthyány útra lekanyarodunk, ott végigvonulunk a Klapka kereszteződésen, átmegyünk a Batthyány útra tovább, a Komáromi utcán, aztán a Radnóti és a Csokonai utcán a Kurta étterem előtt. Ott átvonulunk a Tököli utcára, a Nagylámpás kereszteződésen a Bajcsira, ott a Tesco előtt a Kossuth utcán, majd a Sárkány Józsefen a Rákóczi útra, ott pedig a Széchenyi utcán, a Damjanicson vissza a piac térre, ott lesz a végállomás. A menet elején az első hintóban a hagyományoknak megfelelően ott lesz Domonyi László polgármester is, aki a főtéren köszönti a nézőket. A második hintóban a testvérvárosok képviselői kapnak helyet. Érdemes lesz tehát kilátogatni szeptember 4-én vasárnap 14 órakor a főtérre. A szervezők arra hívják fel a nézők figyelmét, hogy legyenek nagyon óvatosak, az autósok pedig türelmesek a felvonulás útvonalán.